Kaszás István Kinőtt ifjúkor színű kötetének a bemutatóján, és bemutatom az asztalán ülő urakat. Kaszás István a szerző, Kaszás László a Hungarovox kiadó vezetője, Kinőtt Ügyes képzőművész, aki illusztrálta ezt a kötetet, és egyben, mint tudjuk, hozzátársult hajnalat Teleki Banka gimnáziumban Kaszás Istvánnak, jól tudom? Igen. Mint ahogy annak idején, és kicsit játszhatunk az idővel is, hiszen Frigyes bátyja, Robert, Kőnig Robert, még sajnos azt kell mondani, hogy néhai Kőnig Robert, meg nekem volt osztálytársam, és annak idején, amikor az egyik kötetet a Hungaroroknál megjelent, akkor pedig egy Kőnig Robert grafika került a címlapra. Szoktuk mondani, hogy Kázen különbék olyan értelemben az esetben, hiszen a Hungarovox igazgatóját, vagy vezetőjét Kajzer Lászlónak hívják. Van ennek némi előzménye Székesfehérváron, ugyanis itt a Fehérváron élő és Fehérvárhoz kötődő szerzők közül az elmúlt években többek kötete megjelent a Hungaroroxnál, például az itt lévő Sajtos Lajost említhetem többek között, Kohibre azt hiszem nincs időtől is megjelent verses kötet, Káli Sajtos Józseftől is, Pálfalvi Andrástól is. Ez egy olyan akció tulajdonképpen, amit elindítottunk, ugyan Székesfehérváron létezik a Vörös Marti Társaság és számos kiváló könyvet adott ki az elmúlt évtizedekben, de azt hiszem, hogy nem már időként, ha kimozdulunk a város és a megye határain túl, akkor sem, hogyha tudjuk, hogy a társaság nem megyei vagy városi beszűkített társaság, hanem országos hatásköre van, de nem baj, hogyha más kiadóknál is kopogtatunk olyan tehetséges szerzőkkel, mint Kaszás István. Ő azok közé tartozik, aki viszonylag később fogott az íráshoz. Ezzel kapcsolatban hadd olvassam föl a kötethez írott rövid bevezetőben. Kaszás István novellái elé. Vannak írók, akik nem üstökösként tűnnek fel az irodalom hegyén. Hosszasan élődődik pályájuk, ifjúkorukban ugyan már tettek kísérleteket, ám ezek a gyökerek még nem szökkentek szárba. Az ilyen írók hosszasan élődik mondandójukat, aztán egyszer csak kiléptek szűkebb világukból. A nyilvánosság az olvasók elé. Kaszás István ilyen írónak képzelem, akire sokan hatottak az elmúlt évtizedekben. Tamási Áron épp úgy, mint egyik lakóhelyének, Székesfehérvárnak jeles tanárírói, Sobor Antal vagy Dienes Otto. Nem tudom, hogy konkrétan biztatták-e annak idején az írása, de ha így is volt, sokáig inkább a csönd vette körül. Miközben dolgozott a közért, járt a fordulatos útját. Egy idő után például a csoportokat vezetett Franciaországba, sok embert, sok történetet megismert. Mindez hozzájárult történelmi érzékenysége, nagyapjának hányadott háború sorsának emléke. Ennek az érzékenységnek jegyében áll élére annak a megmozdulásnak is, amelyben tiltakozott a fehérvári romkertre épített otthon a fémtető ellen közel két évtizeddel ezelőtt. Azóta már lebontották az általa hangárnak nevezett szőrzőtet. Így hát jó cím a kinőtt ifjúkor. Másrészt az ember az idők folyamán bele is nő az életkorba. Az írástudó pedig az irodalomban. És a mi írástudónk a novella birodalmában otthonosan hozott. Miközben mesél, jól tudja, a jó novella egy rövid életszeletet ragad ki a nagy egészből, ám az életszelet jellemző a nagy egészre is. Miként például Móricz hírkajcára. Kaszás István novellái egyszerűen hagyományosak és modernek. Egyetlen emberi sors ábrázolásával hűképet fest a korról, a közelmúlt évtizedeiről. Vannak egypercesei is, hiszen a végső tömörítést is kedveli. És vannak bonyolultabb szerkezetű művei. Szerencsére a túlírtság veszélye nélkül. Korábbi folyóiratkezdései után itt van első kötete, a folytatás reményében. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak, és akkor beszélgetünk egy kicsit. Az a kiegészítéssel, hogy a címadó Kinőtt ifjúkor című novella egy tökéletes mű olyan szempontból, hogy az elmúlt évtizedek valóságát igen szerencsésen világítja meg, és ugyanakkor egy nagyon finom áttűnéssel olyan katartikus a befejezése, ami azt hiszem tényleg írói tehetségre van. Végül lesz, kedves Laci. Kajzer László, kérem meg, hogy a kiadó nevében mondja el a mondandóját. Köszönöm szépen. Ugyan nagy örömmel jöttem ide Székesfehérvárra, mert többször voltam itt, nem is egyszer, nem is kétszer, legalább tizenvalahányszor. Némileg hazatérek, mert jól érzem magam, bár otthon is jól érzem magam. Másrészt pedig valóban, ahogy mondtad, rengeteg székesfehérvári szerzőnk van. A Hungarovox, nem a reklám, a helye Pesten működünk, több mint 800 könyvet adtunk ki eddig.
és Csúri Sándor is megemlítem, ő is bizonyosan ide tartozik, mert az alapítványt létrehoztad, és vannak ilyen a szónak a legnemesebb értelmében vidéki nyúlványai, tehát adunk ki szép számmal szegedi írót, költőt, Egrit, és hadd ne folytassam, és van még egyszer, van egy ilyen Székesegri. És hát udvarias kultúrember lévén, meg ő sok mindent láttam már az elmúlt 25 évben, amikor kiadott itt összegeredményezem, és visszajöttem, hogy egy kedves rohadék, ugye már megtartsuk a formákat, ugye verseny sajnos nem tudjuk megjelentetni, inkább Gyulai Pál kritikust idézem, aki azt mondta, hogy több tüzet a versbe, több verset a tűzbe. Na most hál' Istennek, ami Székesfehérvárról érkezik. Abóvó. És ez neved dicséretnek, kedves Pista. De ami Bakonyi Pista révén érkezik, ott nem úgy csalódás nincsen, hanem mindig mondhatni maradéktalan öröm. És ez volt ennél a kötetnél is, amikor a Pista ajánlása révén kézbe vettem ezt a kötetet, és elmondom, és nagyon rövid leszek, hogy miért örültem, hogy ez a kötet ugye itt van előttünk, és néhány nappal ezelőtt megjelentettük. Egyrészt örülök, azt tisztáztuk, mert gyarapodik a székesfehérvári szerzőknek a tábora. Másrészt örülök, mert az egyik legnehezebb magyar műfajban igen jó írások szerepelnek ebben a kötetben. Nagyon sok verses könyvet adtunk ki, magam is meg 6 verses könyvet összeírtam, tehát elfogult vagyok a versekkel. De a verseknek kicsit más a természetrajza, nem utolsó sorban az olvasókhoz való eljutása. A próza aztán a nagyobb merítésben juthat el az olvasókhoz, és különösképpen nehéz az a tapasztalatom, bár minden írás nehéz, a rövid próza. Ugye gondolom ezzel Pista, és talán te is egyetértesz, mert szenvedtél, küzdködtél, biztos vagyok benne. Mert érződik, hogy küzdködtél, azért jó az írás. Na most a rövid írás, az rettenet, ugye Kosztolányi megírta, hogy röviden írni meg tudjuk mindannyian, nehezebb. És ebben a kötetben végül is abban a rövid prózaírásokat, vagy relatíve rövid prózaírásokat számba véve, kicsikét csoportosítva, vannak elsődlegesen és meghatározó módon novellák, amelyek nagyon nehéz, gyönyörű és fenséges magyar műfaj, tudjuk, hogy a magyar irodalom milyen gazdag novellában, és milyen nehéz jó novellát írni, szokták mondani, és most van a dicséret, kedves István, hogy a novella a próza szonetje, ugye? Mert nagyon meg kell komponálni, minden mondat, minden kifejező számít. És mellette, bár meghatározó a novella, nem mellékesen, nagyon szigorúan és nagyon jól szerkesztett 3 ciklus van a kötetben, a novellák mellett már kicsikét hosszabb írások, mert már majdnem elbeszélés, ott a novella és a elbeszélés határmesdjén táncol, vagy mondhatnám elbeszélés, és a harmadik pedig a rövid írások, mondjuk Párizs vagy Koltó, az meg hagyományos értelemben nevezzük nevén irodalmi publicisztikai alapulat. Én azt szeretném, hogy most illusztrálnád egy rövid írással azt, ami eddig elhangzott. Megpróbálom. Szóval vagy? Igen, állj fel, és mikor bejöttem, én nem állt. Most mi nem beszélgetünk, hogy utána beszélgetünk. Jó, ne, azért csak egy szerzőt ennek hadd mondjam el. Olvasom így el a novellát. Amikor ide bejöttem, ebbe az épületbe, akkor ránéztem magam, és mondtam, milyen slendiálom nézek ki. Ide annak idején, amikor ennek a könyvnek a története játszottak, hát nyakkendő nélkül nem lehetett bejönni, tehát fehér nyakkendő öltönybe jöttünk. És hagyjon az közéket, de bocsánat. És mielőtt, a régi szokásokat már felettem, mert mielőtt ide bejöttünk hétvégén táncos rendezvényekre, akkor a közeli belvárosi bisztróban, ugye erősítésként egy felest, ami többnyire kellett, hogy megintok. Most elmondott a feles, lehet, hogy nem is beszélünk majd a körülékenyen, mint amit mondok idején, ez a kis belépő segített, de akkor fogom a könyvet és szemben is kell hozzá. Egy rövidebb írást olvasok föl, ami talán kevésbé személyes. Egy perces. Igen, pillanatra, nem csak keresem. Közben az kitorsuk az időt, a Beles, aki esetleg ugye mindenki Fehérvárja valamilyen tudják, hogy melyik erről van, szóval most Portovinónak hívják, és ez a Beles arról volt híves, nem is régen emlegettük, hogy Pilinszky János és Takács Imre ott beszélgettek egymással. Pilinszky, amikor ugye Fehérvárról él be egy utolsó évén, a kis bevásárló kosarával sétált a főutcán, Takács Imre pedig a szütyőjével, a Talisznyával, hát abban valószínűleg bor volt akkor még, de azért betettem a Belesbe, és nagyon közel Kozza
László említette, hogy a halál szinte keretezést és minden, de szerencsére van benne élet is, és talán világság is. A kacarú bánat rövid írásomat olvasnám fel. A szívkamra ajtaja váratlan rácsapódott bánatra, aki bent ragadt, pedig csak rövid udvariassági, aféle bemutatkozó látogatást tervezett. Az illető megütőn nagy szíve volt, de oda valaki már örökös életet váltott, és kettőnek szűkös a hely. Bánat, a hivatlan vendég meglehetősen sportosan kipattant a kamrából a pitkalonát. Odakint leruppant egy padra, kényelmesen elnyújtózott, és rámosolygott a túloldalon csoszogó hajléktalan. Mennyivel jobb idegén? Azok a földrengésszerű szívdobbanások a frászhozzák rám, motyogott maga elé. Ez az örökös költözés egyik szívből a másik. Ha kicsit okosabbak lennének az emberek, nekem sem kellene annyi fele járni bölcseltek a holgat. Legutóbb is a nő, aki azon bánkozott, hogy nem megy rá a tavai fürdőbe. Hát minek eszel a nők? Vajon milyen lehet fürdőbe a nők? Esett ki a szerepéből, de szigorúan csak egy másodpercre, és túl van visszatalált a főcsapás. A család, aki sírt, mint a temetéssel lenne, mert lemaradtak a spanyol társasunkról, és most kénytelenek görögbe nyaradni. Normális a kezé. Na meg az a meg nem választott politikus. Egység, tanultálom meg értelmesen beszél és cselekedni. Annyi bánat a szívemben, hébrét hajlott az egyeket. Dúroltam magában a régi erdélyi valamát. Ilyenek miatt kell nekem is hébrét hajlott. Gyalázat. Szemben a kicsi ház előtti autó rendszámán még piros, fehér, zöld színek dísznek. Gyerek kacagás csinigi a bentről, de egy lelket sem vár. Finom sült pára lecsiklandozza az orrot. A fogason az akott virágmintás nyári ruhája. A nagymama mosolyát a körökre fénylő bútorok próbján levendula illatba süppett kétszemélyes ágyat, és rajta középen a párnál két fejformájú egymásba csúszó bőrösséget. Végre egy hely, ahol nem kell leköltözni, tört ki megkönnyebb nevetés a szívek bánatos vándorában. Megszeppenve körülnézett, nem hallott ennek valaki illetlenül viselkedett, a szomorkás arcot erőltetve magára, céltalan volt. Kedves Pítes, azt elkotyogtam már, hogy osztálytársakot tudok mondani. Egyrészt megérzheted ezt a régmúlt időt, ha van hozzá kedved. Másrészt azért szeretném azt is, ha arról beszélni, hogy ez a kötethez milyen szállat jött meg? Kérlek szépen, említhető régmúlt, ami az emberek eszébe jut, az a jelen része. Tehát ami megmaradt a megtörtént eseményekből és átélem, azt abban az időben élem meg, amikor rágondolok, tehát a jelen része, és nagyon sok minden megmaradt ezekből az időkből, amit mi közösen éltünk át. Tehát ez az, ami megmaradt. Nyilvánvalóan vannak ilyen különbségek az emlékek terén, hogy másként emlékszünk esetleg rá, de a Pista nagyon sok közös élmény volt. És az, hogy most megjelent ez a tizedik vagy hányadik kötete, mert amelyek korábban jelentek meg, azok viszonylag kis példányszámban születtek meg, ugyanis azok egy példányos munkák. De nem irónia, azok komoly, hogy Pistánál is van belőle, meg nálam is. Tehát igazából az iskolai időt maximálisan igyekeztünk kihasználni, hogy az órák alatt az mindig szorítottunk annyi időt, hogy az írói tevékenységre is sor kerülhessen. És ezek a dokumentumai megvannak. Na most azok az átélt, megfigyelt dolgok, amelyek ezekben az írásokban testet öltenek, megfogalmazódnak, azok már mutatták azt, hogy a Pista nagyon jó ír. Na most lehet mondani azt, hogy hát kimaradtam a 20-30 év, de igazából mi ezt nem érezzük, mert itt van ez a könyv. És átélhetjük, és aki elolvassa, szerintem egy nagyon értékes, gazdag forgat, amelyet egy olyan ember írt, akiben hallottam, hogy a megfigyelő képesség és hát prezentációs képesség van, tehát magyarán nagyon jól ír.
ezekhez, és ami mondjuk nagy élmény az egészben, hogy semmi nem rakódott rá az évtizedek során, ami bármiféle kopásra utalna, legalábbis a számomra. Úgyhogy amikor ugye egy kis kihagyás után találkoztunk a listában, nagyon gyorsan, igazából ugyanott tudtuk folytatni, ahol legutóbb abba hagytuk. És hát a közös döntés megszületett, hogy magam szerint mondják valamennyire, hogy elválasztva legyenek a különböző írások, és ne fél oldalak legyenek egy-egy munkán bekerülni, és ennek már kerültem, és hát köszönöm az is a legelső állat. Azt tudjuk, hogy jelentős életű állapotöltetés végig nagyon sok minden már nincs tőle. Gyakran kipusztálsz könyvek? Nem. Az igazság szerint nekem van olyan könyveim, amelyekből még ti is nagyon csúnya dolog, ez mondjuk kiadó, hogy ilyet hallott, de én zsilettel kivágtam, mert olyan randalajzott voltak nekem. Tehát egy írás az tiszteletet kíván, és ha nincsen összhang, közös szál az író és az illusztrátor közt, akkor nagyon nagy gondok lehetnek, vagy az illusztrátor már bizonyítani bármi az írót a terhére. Úgyhogy ez egy nagyon komolyan veendő dolog, hiszen ez ugye irodalom. És hát bármiféle rajzokat az ember ne rakjon be. Tehát amit a könyv tartalmaz, azok olyanok, hogy a házi gyűjteményemet elővettük, és a Pistának mondtam, hogy nézze át, és amelyben közös élményt fedez fel, azt válaszza ki, és azok a rajzok, amelyek ebben a kötetben vannak, azok azokból az évekből származnak, amelyeket szorosan beegyűjtődnek töltött segít. Egyébként az irodalom az más szállat is kötnek, tudom, hiszen a Vörös Martitól főre gondolok, ami éke van, ami a felvétel. Az omázs munkás, és az omázs munkás. Igen, igen. De hát valamiképpen mégis akkor kötődik a Vörös világához. Hát akkor mondd el te aztán most a szívnek nyomja. Nem kérdezek semmit, amit szeretek, azt mondja. Holvábbat folytatom, de a Frigyes akarata, hogy valóban azok a kapaszkori évek, azok olyan igen élményekben, eseményekben élményben voltak, de külön hálás vagyok azért, hogy megélek, úgy élettem, hogy mind a két nagyszülői álmomat ismerhettem. Olyannyira ismerhettem, hogy egyik nagyapámmal 12 évig egy szobában lakhattam, és az egy elég nagy iskola volt, amit így utóbb veszek észre. Hogy annak idején nem biztos, hogy magam leültem a rádió mellé, hogy mondja, hogy hát most megy a Tódi, hallgatja a munkát. Vagy akár színházi előadásra mentek még annak ide a rádióba, hogy hát ezt is érdemes meghallgatni. Én amellett ott volt egy elég szép könyvtár, akkor még olvastam, nem írtam. A másik nagyapai ágamat, hogy ismerhettem, az szintén egy nagyon nagy élmény volt, mert nem annyira a városi, inkább a vidéki életben láthattam bele valamit.